kaptál egy ilyen ismerést? Meglepett természetesen, de nagy vágyam volt, ezt is őszintén mondhatom, mert ez egy csodálatos dolog. Hát annyira speciális volt ez, nem volt máskor ilyen azért, de ha az ember egyszer bele, szóval nem kalandolkodik, ha egyszer valamit a beleszeret, akkor... Ja, hogy lehet, hogy kielégedette az életével, az élet igenlés mestere, hogy lehet? Hát nem is az elégedettség, hanem az, hogy el kell fogadni azokat a kavicsokat, meg a köves utat el kell fogadni, mert úgy gondolom, hogy amikor köves úton járunk, akkor tudunk eredményt elérni. Tehát nem baj az, ha történnek velünk rossz dolgok is, mert azok mindig tanítanak, és valahogy azt be kell rakni egy bőrönbe, és azt mondani, hogy jó, akkor az ennek vége, most akkor örüljünk, hogy ott vagyunk. Ez a divattal is foglalkozott, volt ilyen, amiről írtunk, hogy a fotózás, akkor ugye mellette vagy az ügyvezetője tulajdonképpen a Pécsi Barnak, hogy néz ki most egy napod, egy heted? Mit hagytál ki? Hát a prózai szerepekkel. Ja. Ugye a szívünk dobog, a ritmus bennünk van, a testünk beszél.